Sziasztok, Kinga vagyok. Múltkor a lányokkal növényeket festettünk, búzavirágot és csipkebogyót. Teljesen kezdők voltak, és ők maguk sem gondolták volna, hogy ennyire jól sikerülnek a művek. Amikor ezt a képet megláttam a Pixabay-en, úgy gondoltam, hogy megmutatom nektek is, hogy hogyan kell egy szép virágos rétet festeni. Tartsatok velem! Ehhez a képhez maszkolót fogunk használni. Művészboltban tudtok vásárolni maszkoló folyadékot, többfélét is, nekem ilyen van. Ezt ecsettel visszük fel a papírra. Ezen kívül toll formátumban is kaphatok, ezzel vékonyabb vonalakat lehet húzni. Ha maszkoló folyadékot használtok, akkor fontos, hogy egy régi ecsetet használjatok, amit nem sajnáltok, és a hegyét kenjük be kézmosóval, így később könnyebben lejön róla a maszkoló folyadék. Mártsuk bele az ecsetet a folyadékba, és fessük át a virágoknak a tetejét, a bimbókat is. És hogyha kedvünk van, még az ecset hegyével vékonyan a szárakat is kimaszkolhatjuk. Gyorsan dolgozzunk, hogy a folyadék ne kössön bele az ecsetünkbe. Azért kell kimaszkolni ezeket a felületeket, mert sárgát fogunk használni, és hogyha a zöldre ráfestenénk a sárgát, az átlátszó akvarell festék miatt a sárga egyáltalán nem látszódna. Csak megmutatom, hogy működik a toll. Ezekkel ugyanígy kis pöttyöket teszek a papírra, ezek távoli réti boglárkák lesznek. A háttér megfestéséhez nedves a nedvesen technikát fogunk alkalmazni, hogy lágy szélek keletkezzenek. Ehhez előre ki kell keverni a festéket, mert gyorsan fogunk dolgozni. Az éghez egy élénkebb kéket, a távoli hegyekhez egy kékeszöldet, az erdőhöz egy sötét, kicsit barnán zöldet használok. A réthez is keverjük ki kétféle zöld árnyalatot, egy citromsárgásabbat és egy kékesebbet. És akkor kezdődhet a festés. Először alaposan nedvesítsük be a papírunkat, és várjunk 10-20 másodpercet, hogy tényleg magába szívja a nedvességet, és ne maradjon száraz folt. Ezután vigyük fel az égkékét. Néhol hagyjunk ki kis fehér foltokat, ezek fogják majd a felhőinket jelképezni. Ha a táblánkat megdöntjük, akkor jobban egymásba mosódnak a színek, és természetesebb lesz a hatás. Figyeljünk rá, hogy a papírunk még mindig nedves legyen. A hátsó hegyekhez az említett kikevert kék színt egy vékonyabb ecsettel vigyük föl, úgyhogy a hegyeknek a tetejét kihagyjuk. Ezután az erdőt vigyük fel a kikevert színünkkel. Pöttyögtetéssel vigyük fel a papírra a festéket. Miután a festék száradás után világosodni fog, nyugodtan tehetünk az erdőnkbe egy-két sötétebb foltot is. Ha a papírunk alsó része már száradna, akkor nyugodtan nedvesítsük be azt a felületet. Fontos, hogy egymásba mosódjanak a színek. Először egy élénk sárgát vigyünk fel a papír közepére. Ha ez megvan, akkor a világosabb zöld színünkkel a maradék részeket fessük be zöldre. Nyugodtan rámehetünk itt-ott a sárgára is. A sárgák fogják jelképezni a távoli virágokat. A kép alsó részére egy sötétebb zöld árnyalatot használjunk. Ezt kék hozzáadásával érhetjük el. A hozzánk közelebb lévő dolgok azok legyenek sötétebbek és erőteljesebbek. Ha már nagyjából jó a képünk, akkor sötétebb zöld színnel a kép elején függőleges vonalvezetéssel füveket tudunk berajzolni. Ezek majd el fognak mosódni. Amíg még nedves a papírunk, addig sárgát tudunk bele pöttyögtetni, ezzel is egy-két sárga virágot tudunk jelezni a mezőn. Várjuk meg, míg teljesen megszárad a képünk, és hogy biztosak legyünk benne, egy hajszárítóval rá is segíthetünk. Ha már teljesen száraz a képünk, akkor egy vékony ecsettel, sötétebb zölddel, mint az előző módon, rajzoljunk füveket a kép előterébe. Nem kell, hogy szabályos legyen, össze-vissza, laza csukló mozdulattal húzzunk néhány fűszálat.
Nyugodtan rámehetünk több rétegbe is, akár egy másik árnyalatú zölddel, vagy sárgásabbal, vagy kékesebbel, így térbeliséget adunk a kép elejének. Hogy jobban nézzen ki a kép, ha van egy vékonyabb ecsetetek, akkor hosszabb, vékony vonalakat is húzhatunk a mezőbe. Nyugodtan lehetnek ezek szabálytalanok, belelóghatnak az erdőbe is, meg az égbe is. Most nagyon fontos, hogy teljesen megszáradjon a kép. Csak akkor tudjuk ledörzsölni normálisan ezt a maszkoló folyadékot, hogyha a képünk teljes mértékben száraz. Ha egy picit is nedves, akkor el fogjuk dörzsölni az ujjunkkal a meglévő festéket. Most jöhet a virágok megfestése. A réti boglárkához én egy gambos nevezetű sárga festéket használtam. Először a szirmokat festettem meg, majd egy kicsi zöldes árnyalattal a közepét. Nem kell, hogy elsőre tökéletesek legyenek a virágok, először csak egyenletesen fessük át sárgára az egészet. Ne hagyjuk ki majd a bimbókat sem a festésből, és a távoli kis pöttyöket sem. Amíg szárad, addig zöld színnel a szárakat tudjuk megfesteni. Ehhez a vékonyabbik ecsetünkre lesz szükség. Lesz a csukló mozdulattal, itt-ott a bimbók alját, a szárat, a szárakból kiálló levelet fessük meg. Jobb hatást érünk el, ha többféle zöldet is alkalmazunk ehhez a művelethez. Ha megszáradt az első sárga réteg a virágunknál, akkor egy sötétebb színű árnyalattal rámehetünk a virágok szirmára még egyszer. Fessük ott be, ahol egy kicsit árnyékot akarunk a virágoknak adni. A virágok közepét is erősítsük meg egy kicsit színnel, hogyha szükséges.
Ha úgy érzitek, hogy kicsit kontrasztosabb legyen a kép, akkor sötétebb zöld segítségével nyugodtan adjatok még hozzá egy-két szárat, levelet a képhez. Minél többféle zöldet alkalmazok a képen, annál inkább plasztikusabb lesz az egész. Ha már úgy érzitek, hogy nem kell rá több apró kis részlet, nem kell rá sötétítés, akkor készen is vagyunk. A ragasztót majd óvatosan távolítsátok el a képről, hogyha teljesen megszáradt a festmény. Remélem tetszett ez a kép, és megfestitek ti is. Jövő héten találkozunk, addig is iratkozzatok föl csatornámra. Sziasztok!